Az utolsó hangolásokat végzik a fiatalok az egyetem hangverseny termében. Nagy volt az izgalom a Furulya Fesztivál kezdete előtt néhány perccel. A feszültséget aztán a pedagógusokból álló rögtönzött együttes oldotta színvonalas előadásával. A Győri Furulya Fesztivált idén már 29. alkalommal szervezték meg. Ritka, hogy egy rendezvény ilyen hosszú időt megél. A főszervező Sipos Tamásné híradónak mondta el, minek köszönhető, hogy ilyen régóta meg tudják tartani az eseményt. Talán az a titka, hogy a gyerekek szeretnek furujázni, az énekhangjukon kívül egy olyan hangszer jut a kezükbe, amit meg tudnak szólaltatni. És ezért van az, hogy most már 29. éve vannak együttesek, akik szívesen eljönnek és bemutatják, hogy mit tanultak egész évben. 12 iskola, 12 együttese, több mint 120 gyermek érkezett szerdán az egykori zsinagógába, hogy megmutassa Furulya tudását. Az utóbbi években hagyomány, hogy a főtámogató Győri Önkormányzat nevében Rózsavölgyi László nyitja meg a rendezvényt. A Város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy a rendszeres zenélés jó hatással van a gyerekek fejlődésére. Nem véletlenül támogatja a város ezt a rendezvényt, hiszen Furulya az a hangszer, amit a lehető legkorábban el lehet kezdeni, hamar sikerélményt ad a gyerekeknek, és olyan nagyon jó hatása van a gyerekek fejlődésére, hogy ez egyszerűen fantasztikus. Az a gyerek, aki elkezd furujázni, az oda koncentrál saját magára, meg kell tanulnia ujjaival bánni, félszemével figyeli a kottát, ugyanakkor nem mindegy, hogy szólaltatja meg azt a hangszert, úgyhogy annyi helyre kell neki figyelni, ki mer állni a többiek elé, közösségbe is lehet végezni, hogy annyi jó összetevője van ennek a csodálatos hangszernek, hogy mindenképpen támogatandó az, hogy gyerekek minél korábban elkezdjék művelni ezt. A legkisebbekből álló formáció is megcsillogtatta tehetségét, azok, akik pedig éppen nem zenéltek, érdeklődve figyelték társaikat a nézőtérről. Jövőre már 30. alkalommal harsannak fel a Furulyák Győrben, arról kérdeztük a főszervezőt, készülnek-e valamivel a kerek évfordulóra. Megmondom őszintén, még nem gondolkodtunk rajta. A 15-nél vetettük be azt, hogy a tanári együttes is játszik, tehát azok a tanárok, akik felkészítik a gyerekeket, ők is álljanak színpadra és szólaltassanak meg reneszánsz vagy furujára alkalmas műveket. És hogy mi lesz a 30-on, lehet, hogy titok, de még igazán nem tudjuk, majd készülünk rá szeretettel. Nagy sikere volt az idei Furulya Fesztiválnak, jövőre pedig vélhetően egy szép kerek évfordulót ünnepelhetnek a hangszer kedvelői a 30. rendezvényen.